Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét, hát ahogy azt már megszokhatták itt az elmúlt napokban, Székesfehérvár egyes város részeinek választó körzetének az eredményeit, fejlődését, az esetleges problémákat, illetve hát a jövőre vonatkozó terveket is szemezgetjük, átnézzük majd. Stúdiónk vendége a 8. számú körzetnek, Palotavárosnak a képviselője, Víza Attila, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én köszönöm a lehetőséget. Az már elhangzott, hogy Palotaváros, de tulajdonképpen Palotavárosnak mely része tartozik önhöz, képviselő úr? Hát egészen pontosan Palotaváros Észak, amely a Halász utca, Palotai út, Kelemen Béla út ölelésében található, zömében lakótelepi övezet. Én azt gondolom, hogy tehát ez a most így gyorsan visszagondolok, talán még a víziváros hasonló, tehát annyira sok a lakó, magas épület a sűrűségéből adódóan, hogy egy lakótelepi övezetnek hívjuk. Na. És ezért is van gondolom, hogy két részre bontva maga a városrész, hiszen annyian laknak ott, nagyon sokan élnek ott, és hát nyilván nagyon sokszínű ebből kifolyólogott a térségnek a különböző problémája és az együttélés szabályai, a zöld felületek, a parkolás, gondolom, hogy örökzöld téma a Palotavárosban. Így van, az egyik legsúlyosabb a parkolás kérdésköre, amely hát ugye 2010 elején már, amikor készültünk a választásokra, akkor már én azért éreztem, hogy ez az örökzöld téma lesz, és hát a mai napig történnek parkolóhely fejlesztések, hol kisebb-nagyobb sikerrel. Én reményeim szerint az ott élők azért értékelik azt, hogy amit lehet, azt elkövetünk, nyilván a fizikai korlátok közt meghatározó módon. Azért az is igaz a palotavárosi területre, az északi részre is, hogy azért nagyon sok zöld területtel rendelkezik. Ez is fontos, gondolom én. Így van. Szerencsés, én azt gondolom, akik ott élnek, mert ahogy mondtam, a lakótelepi övezet ellenére az épületek között elég nagy zöld felületek találhatók, amelyeket aztán próbálunk közösségi terekké alakítani, vagy játszótér formájában, vagy kisebb sport komplexumok létrehozásával. És hát nem beszélve róla, hogy a tőle nyugatra található az a két hatalmas horgásztó, palotavárosi tavak, amelyek egyébként fejlesztés előtt állnak, és hát nem csak a Palotavárosban élők, a városrész lakóit fogja szolgálni, hanem az egész városét, tehát olyan mértékű lesz a fejlesztés. Igen, egy kicsit meg is érkeztünk, talán ez már a Modern Városok program részeként is Fehérvár tüdeje néven ismert. Mit lehet tudni erről a fejlesztésről? Hiszen hát ahogy említette, tényleg ott van ez a két tó, a Királyok parkja, akkor a mögötte lévő marhalegelő területe, azt hiszem, ami szintén így érint ez, és itt valami zöld oázis lesz ott Székesfehérvár szívében, ha lehet így fogalmazni. Így van. Én azt gondolom, de hát ez így is van. Tehát Székesfehérvár történetében ilyen volumenű fásítás, ami inkább már erdősítésnek mondható, nem történt még. Egybefoglalva egyébként az alsóvárosi réttel is, tehát ez egy sok, nem csak ciklusokat átívelő beruházás lesz ez a dolog, hanem mondjam azt, hogy a választókörzeteket is átíveli, hiszen, ahogy említettem, az alsóvárosi réttől egészen a Palotavárosi Észak, az elkerülő útig olyan fásítás fog megtörténni, ami igazán nagy léptékű. A tava környékén pedig az igényeket felmérve arra jutottunk, hogy egyrészt Palotavárosnak nincsen közösségi tere, viszont akkor legyen egy olyan rekreációs parkja, amely képes lehetőséget adni szabadtéri rendezvényeknek, vagy olyan rendezvényeknek, amelyek igénylik azért a szabad teret, illetve a lehetőségét, hogy mondjuk a sportolásra, a rekreációra, az egyszerű sétálásra, kutyasétáltatásra módot adjunk, és ehhez kapcsolódóan kerültek kitalálásra, hogy ilyen csúnyán mondjam, azok a programelemek, amelyeknek várjuk az elfogadását. Kicsit szomorúan mondom, hogy az elmúlt közgyűlések egyikén
visszavontuk a pályázatot, ami több mint 1 milliárd forint, hogy egy kicsit vicceskedjek, de megnyugtatok mindenkit, hogy de csak azért, hogy beadhassuk egy emelt összeggel, és így kicsivel több mint 1 240 000 forint, most jól mondtam, ugye, mert tényleg már akkor a szám 1,2 milliárdot meghaladó összeg, hogy akkor pontos legyek, összeg az, amit itt a fejlesztésre fordítunk, ebbe futópálya, okoslámpákkal, vizes park, focipálya, futópályát említettem, biciklipálya, parkoló kialakítása, gasztrotér kialakítása, rendezvénytér kialakítása, ezek mind magukba foglalják ezt a dolgot. És hát reményeim szerint, hát hogy jövőre nem készül el, abban szinte biztos vagyok, de hát, ahogy említettem, ez ciklusokon átívelő, tehát nem kampányfogásnak szánjuk, és pláne az erdőket, hiszen az nem 2-3 év alatt készül el, hanem több évtized során jutunk el oda, hogy elmondhassuk, hogy Székesfehérvárnak valóban van egy tüdeje, és egy olyan erdő veszi nyugatról körbe, vagy olyan erdő öleli, amely biztosítja valóban azt a mikroklímát, azt a jó levegőt, amire egyébként egy sűrű lakott városrésznek és a városnak is szüksége van. Biztos, hogy nagyon sokan fognak örülni, hogyha elkészül majd ez a komplex fejlesztés, és valóban ez a csodálatos dolgot megvalósul Palotaváros szívében. Ugyanakkor azért azt is elmondhatjuk, hát én nap mint nap járok arra, hiszen én is ott élek a Palotavárosban, hogy most is nagyon kedvelik ezt a kis Királyok parkja és a két horgásztó körüli területet, és azért most is sokan oda járnak, és hát azért van ott közösségi élet, különböző főzőállások kerültek kialakításra, tehát szívesen vették birtokba eddig is az emberek ezt a zöld kis szigetet. Így van, de ez jobbára a palotavárosiak, de én azt gondolom, hogy egy ekkora beruházásnál azért a várost is szolgálnia kell ezeknek a dolgoknak, és biztatok majd mindenkit is egyébként, hogy jöjjön és nézze meg a palotavárosiak szűkebb környezetét, ami egyébként én azt gondolom, hogy csalogató és irigyrésre méltó, ezt lehet egyébként látni, hogy most profán legyek a lakásárakban is, tehát azért a Palotaváros az egy keresett városrész a lakások szempontjából is, és én azt gondolom, hogy ez valahol jó, hiszen az ott élőknek a vagyona értéke nő, és hát akik meg oda vágynak, ők megtalálják azt az élhető részt, amit ígértünk. Mindig van egyébként, amit jobbá lehetne tenni. Én azt gondolom, hogy az úton már régen elindultunk, és jó irányba is haladunk. És hogy eléd említette, vagy szóba került, hogy azért a jelen pillanatban is folynak fejlesztések, tehát nem csak az a palotavárosi tavak környékéről van szó, hiszen ott van a Halász utca, Bátki, Csapó háromszögben egy játszótér, amelyet még jó régen elkezdtünk, egy első fázisban, és Varga Tamás képviselő úr, országgyűlési képviselő úr megkeresésére én azt javasoltam, hiszen ő hozta azt az 50 millió forintot a belügyminisztériumi büdzséből, amely lehetővé tette, hogy továbbfejlesszük ezt a parkot. Más kérdés, hogy erre még polgármester úr, dr. Cserpakovics András megfejelte 12 millió forinttal, tehát összességében egy több mint 62 millió forintból kialakítunk egy olyan játszóteret, amely a szállító szerint, tehát aki hozza a játékeszközöket, még az országban nincs ilyen, konkrétan beszélek erről a Kötélvárról, és ehhez kapcsolódóan mi kialakítottunk ott helyben olyan fitness parkokat, amik már azért vannak a városban sűrűn, de az ott élő szülők kérték, ha már a gyerek hintázik, addig ők hadd tornásszanak, meghallottuk, támogatjuk, illetve hát már el is készült. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megelégedésére. Hozzátartozik, hogy a közvilágítást ott szeretnénk fejleszteni, tehát ez ilyen rövid távú program most. Én remélem ez a jövő év elején megvalósulhat. Illetve még egy műfűves focipálya kerül kialakításra. Értek, hát nem mondom, hogy támadások, csak megérzések, hogy oda miért kell focipálya. Jelentem, eddig is focipálya volt, csak ugye egy füves focipályának a karbantartása, most én itt nem említem a kutyásoknak a tudatos viselkedésének a hiányát, vagy meglétét,
de hogyha egy, nyilván egy műfűves pálya van oda, azért hálóval védve, azért az ad némi garanciát arra, hogy a játék felületen nem keletkezik oda nem illő produktum, hogy ilyen szépen fogalmazza. Tehát a városrész fejlődik, én remélem mindenki örülni fog neki. Vannak ugye oktatási intézmények, óvodák is a körzetben bőven. Ugye tényleg nem is olyan rég közgyűlésen döntöttek az óvodai udvarok felújításáról. Ez érinti a palotavárosi intézményt. Hát az óvoda fejlesztésből most nem azt mondom, hogy kimarad, de most még nem kerül sor a palotaváros tagóvodájának a fejlesztésére. Viszont az István Király Általános Iskolával kapcsolatban polgármester úrral tárgyaltunk arról, hogy a belső udvarnak a felújítása, én azt gondolom, hogy szükséges. Eléggé mondjam azt, hogy leharcolt, és azért meglátszik az idő rajta. Illetve a környékén a parkoló kialakítását én mindenki fontosnak tartom, hiszen nem csak az oda járó dolgozóknak szükséges megadni a szabályos parkolás feltételeit, hanem a szülőknek is, akik hordják oda a gyermekeket autóval. Illetve ez egy pont egy olyan win-win helyzet, hiszen délelőtt, kora délutánig mondjuk az iskolához kötődik a parkoló, és ők használják, és utána délután pedig a lakók használhatják ugyanazt a felületet, mert azért látunk számtalan olyan parkolót, ami vagy délelőtt van tele, vagy délután, és ugye kvázi a fél napot üresen áll. De ez egy remek hely lehet arra, hogy minden nap álljon ott autó, nyilván az ott élőknek, illetve az odajáró dolgozóknak, szülőknek a megelégedésére. És hát a Vasvári Pál Általános Iskolát se szeretném kihagyni, hiszen ott pedig a nagyobb volumenű a dolog, ott az iskola előtt található térnek az átalakítását tervezzük, hiszen látom, hogy a szülők hordják a gyermekeket autóval, és ez egy zsákutcás parkoló, és ott forgolódnak, és nem jó. Látszik, hogy nem jó, kevés a parkoló, nehezen lehet közlekedni ott. Ennek a teljes átalakítását tervezzük úgy, hogy egyébként az iskolának is legyen egy saját kis tere, amely lehetőséget ad arra, hogy mondjuk ünnepségeket, vagy egyéb dolgokat, vagy akár csak a gyerekek egyfajta közösségi térként hasznosítja, mert jelen pillanatban ez erre most így nem alkalmas, nem beszélve róla, hogy egyébként a felszíni vízelvezetéssel is súlyos gondok és hiányosságok vannak, de ezek évtizedes problémák, mindenhez idő kell és pénz, hogy orvosoljuk, de én azt gondolom, hogy egyrészt az igazgató úr is, igazgatóasszony is, tehát az ott élők is kellő türelemmel fognak a dolog elé nézni, hiszen azon vagyunk, hogy mindenkinek úgymond jó legyen, főleg a többségnek, és hát majd reméljük, ez hiába a jó akarat, vagy ez jól is ül el. Parkolókról beszéltünk, intézményekről beszéltünk, utak. Hiszen azért 2018-as évben mondhatjuk azt, hogy az utak és a közlekedés vonatkozásában is voltak változások, meg gondolom még majd folytatódnak is. Igen, a Palotaváros neuralgikus útja a Kelemen Béla út, gyakorlatilag az egész átszeli. És minden évben érkeznek hozzám... Egér út is, úgy is hívják többen, hogy Egér út. Így van, sajnos. Bár nem, én nem tapasztalom, hogy gyorsabb lenne. Nyilván én sokat járok arra. A reggeli munkakezdés, iskolába hordás az minden városrészben neuralgikus időpont. Ugyanígy a délutáni is. Megváltozott az életünk, azt kell, hogy mondjam. Tehát mindenki mondja, hogy miért nem fejlesztjük a tömegközlekedést és egyebek. De egyrészt megvan az anyagi jólét, hogy már nem csak egy autó van egy családban, hanem kettő, vagy több, vagy három, négy, ahol már a gyermekek is használnak autót, és maga az életritmusunk is megváltozott, vagy annak a formája. Tehát amikor mondjuk a városból kiköltöző, agglomerációba kiköltöző család, mondjuk azt, hogy a kormány jótékony ténykedésének hatására mondjuk egy házat tudott venni, vagy építeni, viszont a város infrastruktúráját, egészségügyét, oktatását kihasználva ide jár dolgozni is, akkor látjuk, hogy ezt tömegközlekedéssel megvalósítani, hogy a gyereket bepakolni reggel 7-kor az autóba, elvinni mondjuk az István Király Általános Iskolába, majd a másikat egy másik iskolába, és még onnan beérni a munkahelyre, ezt tömegközlekedési eszközzel gyakorlatilag lehetetlen megvalósítani. Tehát autóval fogják megoldani.
Ez pedig rányomja a városrészre a bélyegét, hiszen a Palotai úttal kvázi párhuzamosan fut a Kelemen Béla út. Pont a héten is volt egy megkeresés a körzetbe, hogy azt oldjuk meg. Szívesen megoldanám, ha tudnám a megoldást. Amikor erre még elődeim próbálkozást tettek azzal, hogy mondjuk ott a piac magasságába lezárták az utat, akkor és egy kis időre le volt korlátozva az átmenő forgalom, akkor az ott élők kérték, hogy oldják fel, mert az ő életüket is megnehezíti. És mondjuk a déli város részekből, tehát mondjuk itt Maroshegy, vagy azon túl akár Polgárdi, Úrhida, hogy ezen az úton közlekedik, hát szíve joga megvan hozzá, az más kérdés, hogy nem tartja be azt a 30 kilométeres korlátozást, amit azért egy lakóövezetben szabályos és elvárnánk. Igen, ez egy fontos dolog, mert szerintem nagyon kevesen tudják, hogy egész Palotavárosban 30 km/órával lehetnek közlekedni, csak ezt így az emberek elfelejtik. És azt itt most elmondjuk, a fehérváriak tudják, megtanulják, csak a város körülelő falvakba nem jut el az információ. Ezt lehetne, hogy esetleg náluk valamilyen kampánnyal ezt felvilágosítást adjunk, de hát én ebbe azért nem hinnék, hanem a közlekedési iroda tájékoztatása szerint ugye készül egy olyan Palotavárost érintő közlekedési koncepció, amely lehetővé teszi egyébként majd körforgalma kialakítását, amely egyébként lassítja és gyorsabbá teszi azt a közlekedést, ami most adott esetben előfordulhat dugók. De örömmel jelenthetem, hogy az a fejlesztés, ami a Svébüzsgőnt és a Jankovics utcát összekötő úthíd elkészültével a reményeimet igazából beváltotta. Az ott élők annak dacára, hogy egyébként az elején kifogásolták, hogy most miért erre jönnek az autók, hát mert arra van út, de azért én azt gondolom, hogy megértették, hogy szükséges a dolog, és az egész városrész javát szolgálta, és több pozitív visszajelzést kaptam, hogy köszönik, járható az út, hát már gyalogosan is, igen. Világítás is került oda, a Varga csatorna is felújításra került, hiszen tudjuk, hogy a nagy feladatok várnak rá, hiszen a Berényi út felújításával kapcsolatban ugye a felszíni csapadék vízelvezetés az a Palotaváros irányába fog történni, ehhez kapcsolódóan Varga csatorna Bátki áteresz fejlesztése megtörtént, a kapacitása növekedett, duplájára növeltük, amely szükséges ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezzük a föld alatt, hogy fölötte pedig mondjuk elkészüljön az a körforgalom, ami majd kiszolgálja a palotavárosi tavak fejlesztését, az odaérkezők a forgalmát. Tehát tényleg minden mindennel összefügg, és én azt gondolom, hogy egy kis belátással, türelemmel, nyilván nem csak a részünkről, hanem a lakók részéről azért, hogyha adnak lehetőséget a párbeszédre, és elmondhatjuk észérvek alapján, hogy mikor, milyen döntés, milyen megelőző tanulmányok alapján dőlt el, milyen irányba, akkor azért megértik és elfogadják, és szerintem ez a legfontosabb. A másik ilyen neuralgikus pont szokott lenni, de azt hiszem, hogy ez ilyen minden városrészben a közbiztonság kérdése. Így van. Csak azért is, mert mint a közbiztonsági feladatokat ellátó tanácsnokoként. Azt hiszem, hogy ez testhez álló feladat. Testhez álló. Én azért azt gondolom, hogy Palotaváros az súlyosabban terhel, mint a város más részei, mondjuk a belváros leszámítva, mert hát egyszerűen a földrajzi adottságából. Tehát hát ott van a piactér. Ott van közel, meg a piactér. Ott van a piactér, ugye ezt mondja egy külső, aki nem tudja, egyébként nagyon sok palotavárosi van, aki új, úgymond beköltöző, tehát Székesfehérvár, hogy miért ilyen, és történelmileg miért így alakult, arról úgymond fogalma sincs, tehát akkor azért nekik elmondom, nálunk a piactér azt jelenti, hogy ott van az autóbuszállomás, a centrum. Onnan indulnak, oda érkeznek a buszok. Most ebből kifolyólag nyilván a város körülölelő kisebb falvakból beáramló gyermekek, fiatalok, a közelben található hipermarketekben megvásárolva azokat az italokat, amelyeket nem tudnak bevinni magukkal egy szórakozó helyre, azt ott fogják elfogyasztani, amely megjegyzem szabálytalan, illetve hát jogszabályba ütközik, de mégiscsak elfogyasztják, és esetleg ott maradnak. És ebből kifolyólag ez a városrész eléggé terhelt ezekkel a fiatalokkal, hogy ilyen csúnya szóval éljek. De reményeim szerint
egy kisebb fajta kampánnyal ez a dolog orvosolható lesz és lenne. Ehhez majd egyébként a polgárőrségnek a munkáját fogjuk igénybe venni, és örömmel jelentem, hogy két polgárőrség van a városban, akik egyébként talán reményeink szerint, és hát nem is reményeink szerint, de talán mire lemegy ez az adás, addigra tudjuk, hogy kifejezzük mind a kettő szervezet az együttműködés és a közrend védelmére tett erőfeszítéseket. És ez fontos, hiszen egy állampolgárt, és most ha egyszerűsítem, egy politikus nem érdekli, hogy hány polgárőr van, polgárőrség legyen. A polgárőrség tagjai pedig, én azt gondolom, mind elhivatott egyén, akik nem pénzért, hanem elhivatottságból végzik azt a munkát, amit vállalnak. És ehhez kapcsolódóan szeretnénk majd egy olyan kampányt indítani januárban, amelyhez majd kérjük a városrész lakóit, mondjuk most konkrétan Palotavárosét, hiszen jöttek megkeresések, hogy szeretnék, hogyha azok az új fejlesztések, játszótér, fitnesspálya, focipálya, amelyek elkészültek, ezeknek a megóvása valamilyen módon lehetőséget adjunk nekik. És ennek kapcsán fogunk olyan operatív programokat indítani, hasonlóan, mint a, nem tudom mennyire eljártos a témában, mint a SZEM, ez igen, a szomszédok egymásért. Ugye ehhez kapcsolódóan, hogy mondjak még egyet, tehát mondjuk a játszóterek, a fák védelmével kapcsolatban, illetve hasonló lehet mondjuk még a lakóközösségek, tehát a lépcsőházak védelmére szóló program is, mert kevesen tudják, hogy mondjuk polgárőr nem intézkedhet úgy mondjuk egy lépcsőházba, egy ott egy illetéktelen személy esetében, mondjuk föl alá liftezés, az emberek nem tudják, hogy mit keres ott, azt egy polgárőr nem igazoltathatja, nem tarthatja vissza, nem kérdezheti meg, hogy mit keres. Kivéve, hogyha az adott lépcsőház lakó közösségével, illetve a közös képviselőn keresztül nem kötöttek egy együttműködési szerződést. És ez is a kampány része lesz. Kérem majd a lakóközösség vezetőit, hogy keressék a polgárőröket, és kössék meg ezeket az együttműködéseket, hiszen tudom jól, hogy ezekből a lépcsőházakból fognak jönni azok a személyek, akik majd polgárőrök lesznek Palotavárosban, illetve effektív haszna lesz, hiszen hogyha valakivel ott baj van, akkor a polgárőr tud intézkedni és el tud járni. És ez fontos. Akkor ez egy ilyen mondható nagy előrelépés lehet. Így van. Hát, hogy mekkora lesz, hogy nagy vagy kicsi, nem tudom, de mindenképp előrelépünk, hogy egy kicsit óvatosan fogalmazzak, mert ez majd... Én még soha nem csináltam ilyet, ők se, meglátjuk. Én azt gondolom, hogy maga a jó szándék és az elfogadás a két szervezet részéről egymás irányában az a legfontosabb, ez megtörtént. Ennek majd lesz egy sajtótájékoztatója, ahol pedig ki is nyilvánítják papíron is ezt a dolgot, és akkor én azt mondhatom, hogy minden út és minden akadály elhárult ahhoz, hogy egy újabb fejlődési szakaszba lépjen Székesfehérváron a közbiztonság és az ehhez kapcsolódó polgárőrség is. Azért itt már a műsorsrend több célkitűzést, meg ciklusokon átívelő fejlesztést is számba vettünk, de hogyha itt a műsor végén a 2019-es esztendőre vonatkozóan kellene néhány fontos dolgot elmondani, akkor mi lenne az, mi az, ami a palotavárosiakra vár 2019-ben az északi területen? Hát remélem, hogy a palotavárosi tavakat érintő fejlesztések megkezdődnek. Remélem, hogy az a közlekedési koncepció, amit tervez a szakma, az elfogadásra kerül, és tulajdonképpen, és mondjuk egy polgárőr helyi szervezet pedig egy olyan akcióba tud kezdeni, ami tényleg felduzzasztja a palotavárosi polgárőr csoportnak a létszámát, és én ennyivel talán meg is elégednék, mert egyébként mi csak reményt tudunk adni, és remélem ez így is lesz. Én azt gondolom, hogy az eddigi elvégzett munka alapján a reményeink azért megalapozottak, a visszacsatolások jók, pozitívak, polgármester úr szándékai eredményeit elismerik az ott élők. Azon még van egy kis vita, hogy legyen a Palotavárosban füzető parkolás vagy nem. Én megjegyzem, parkoló óra ellenes vagyok, de azért vannak a Palotaváros szélén olyan részek, ahol már ugye látom, hogy tényleg szükséges, mert azok a lehetőségek elfogytak már, amik parkolók lehetnek. Ott valami szabályt be kell vezetnünk, mert látom, hogy az ott élők azért igénylik.
Úgyhogy mindenképp szavazáson lesz a dolog, egy mikrocenzus formájában tehát. De hogy egy érdekességet mondjuk, volt Palotavárosban olyan fejlesztés, parkoló fejlesztés, amit egyébként az ott élők elutasítottak. Egy 35 férőhelyes parkolót szerettünk volna az ott élők javára megépíteni, de az ott élők valamilyen félreértés folytán ők nem úgy gondolták, nem azt gondolták, és akkor egy lakossági fórum keretében végül is eldöntötték, hogy akkor ott azon a helyen ne legyen parkoló, nem is lett. Néhány fa ezt bánta, ezt őszintén bevallom, de ezt pótoltuk többszörösen, és ez a felszabaduló pénz egyébként a városrész más területén, konkrétan a Bátki utcának a parkoló részének a felületváltására fordítódott, tehát a pénz nem veszett el, csak máshova áthelyeztük, hasznosítottuk. Mindig párbeszéd híve voltam, ez a fontos, és aztán mégis is akik nem kérték a parkolót, ők is megelégedtek, akik meg kaptak egy új szép parkolót, ők meg pláne. Köszönöm. Köszönöm szépen, ennyi. Hát én akkor ehhez a munkához sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes estét kívánok!